Kedves édesanyák, nagymamák és dédnagymamák! Szeretnénk meghívni benneteket kis csoportos ima lehetőségre. Most, amikor ilyen nehéz időket élünk, amikor senkinek sem könnyű, az az ötlet támad, hogy milyen jó lenne, hogy kis csoportba mi, édesanyák, együtt imádkozzunk. Heti egy alkalommal találkozunk fél órára, de örömmel maradunk tovább is. A mostani bizonytalan idők miatt virtuális téren találkozunk. Imáinkban bizalommal helyezzük magunkat, gyermekeinket, szeretteinket Jézus szerető kezébe. Örömmel osztom meg veletek, hogy már nagymama és dédnagymama ima csoport is van. Alapnak az édesanyák imája anyagát használjuk. Ez a csoport 1995-ben alakult Angliában, és azóta több mint 70 országban elterjedt. A csodálatos ebben az, hogy minden nap, a nap valamelyik szakaszába egy csoport a világon imádkozik a világ összes édesanyáért és gyermekeiért. Szeretnék bátorítani benneteket, ha érzitek a hívást, hogy csatlakozzatok valamelyik csoporthoz, ne féljetek igent mondani rá. Amint Jézus szavait halljuk a Máté evangéliumából. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei atyától, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Várunk szeretettel! Mi az anyák imája számomra? Egy erőt adó forrás, ahol meghallgatva érezzük magunkat, ahol hálát adunk, megnyugvást, biztatást és reményt kapunk, és ahol érezzük Isten jelenlétét. Az anyaság a legdrágább kincs a világon, ami tele van örömmel, áldással és kihívásokkal, és ami megtanít arra, hogy mi az élet lényege, ami megtanít, hogy erőd véges, gyermekeid tanítása idéglenes, de hited és szereteted végtelen és önzetlen. Az a tudat, hogy más anyák is abban a hasonló helyzetben vannak, megnyugvást ad. Az a tudat, hogy a Jóisten irgalma, védelme, szeretete végtelen, erőt ad. A gyermekeinkért, családunkért való ima erősít nem csak bennünket, hanem családunkat, és tanít az önzetlen szeretetre. Az anyák imája test és lélek erősítő. Örülök, hogy újból beindult az édesanyák imája csoport közösségünkben. Hétfőnként összehívünk a többi édesanyával, a világ elcsendesedik körülöttünk, és imádkozunk családunkért és egymás családjaiért. Annától májusban érkezett a meghívás a torontói Szent Erzsébet templom anyák imacsoportjába. Örömmel fogadtam a meghívást, mert éreztem, hiteles erőforrást fog biztosítani rohanó világunkban. A heti közös imák, énekek és hitvallomások nagy segítséget nyújtanak, az anyaság örömét tudatosabban felismerni, és a nehézségeket lehetőségként átkeretezni. Elcsendesedésünk továbbá segít megtapasztalni a mennyei gondviselést is. Kedves társaim anyaságban, bátran fogadjátok hívásunkat az imakörbe. Ha érzitek a késztetést, kapcsolódjatok, és tapasztaljátok meg a hit támogató és útmutató erejét az anyák közösségében.